egyház törvényünk eddig nem igazán volt a figyelem központjában. De hogyha megtudod, hogy mennyibe került az országnak, akkor arra talán még te is felkapod a fejedet. Igen, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság mai döntése értelmében a magyar államnak ennyi pénzt kell kifizetnie azoknak az egyházaknak, amelyeket törvénnyel forgatott ki a jogaikból. Számtalanszor jeleztük a kormánynak, hogy ha nem változtat a törvényen, akkor abból baj lesz. De a kormány nem hallgatott ránk, és nem csak ránk nem hallgatott, de az Alkotmánybíróságra sem, és az Emberi Jogi Bíróságra sem. Inkább velünk fizetteti meg a kártérítést. De a kártérítés nem is oldja meg a helyzetet, hiszen a magyar egyház törvény jelenleg is jogsértő, és a kormány még most sem igyekszik módosítani rajta. Nekünk, magyar állampolgároknak viszont becsületbeli kötelességünk, hogy megköveteljük az alaptörvény és az egyháztörvény helyes módosítását.